te vagy a díjhercegnőm, hogy mert te vagy a díjkirálynőm. Boldog lett... Ezt a számot a Péternek lett küldve. Puskás! Látod a hang? Te vagy a díjhercegnőm, hogy mert te vagy a díjkirálynőm. A 2017-es X-Faktor sajtótájékoztatóra jelentkezünk, és itt van mellettem az egyik mentor, Puskás Peti, hello! Sziasztok, sziasztok! Miért mondta Laci, hogy neked a pohár félig mindig üres? Fogalmam sincs egyébként, tehát néha nehezen tudom kibogozni, hogy mi az, amit a Laci beszél hozzám, mit mond. És... Munkaközben is gyakori? Nem, mert munkaközben aztán megértjük egymást, tehát amikor így beszélgetünk, akkor valahogy csak sikerül megértenünk egymást, ilyenkor van, amikor csak így oda-oda kapok, és nem tudom értelmezni, hogy mi is az, amit felém szeretett volna üzenni a Laci. Na hát, új széria, új kolléga. Mit szólsz az új zsűrihez, a mentorhoz először is? Én azt gondolom, hogy azért nem egyszerű találni Tóth Gabi után, hiszen ő azt gondolom, hogy non plus ultrája végül is az ilyen... Elég összefogott titeket. Hát egy fantasztikus volt. Hát, amikor sírni kell, akkor őszintén sír, őszintén nevet, őszintén kritizál, jó humora van, tehát fantasztikusan csinált ezt a Gabi. Tehát le voltunk nyűgözve tényleg a múlt évadban, akkor ott ültünk mellett, hogy wow, mi a Gabi, ez egyszerűen fantasztikusan csinálja. Úgyhogy nyilván nagy a feladat, de hát én azt gondolom, hogy kaptunk egy borzasztó hiteles szemét, a Radics Gigit, aki hát nem sokan szoktak Quincy Jones-al ott üldögélni a kalapén, és zenéről diskurálni, úgyhogy a Quincy Jones hívja meg magához. Úgyhogy ez egy nagy, azt gondolom, hogy nekünk is egy nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen művésznő került be közénk, aki nyilván hát nem lesz egyszerű feladata, de biztos meg fogja oldani, hiszen ezért ő a Radics Gigi. És mennyire ismered őt? Tehát, hogy eddig csak így tévéből ismerted, újságokból, vagy volt már személyes kontakt is? Lenyomtunk egyszer egy közös nyári turnét, még amikor 15 éves volt, és éppen megnyerte a Megasztárt, akkor ott én voltam a műsorvezetőjének a koncert turnénak, úgyhogy ott azt gondolom, hogy azért megismertem Gigit. És az nem most volt? Nem most volt egyébként, de már akkor érzed rajta, hogy egy borzasztóan magabiztos lány egyébként, aki remek előadó lesz, de már akkor az volt. És nagyon remélem, a műsorban is megismerik az emberek, hogy egyébként egy tök jó fej csaj, egy tök laza, tehát egyáltalán nem az a díva, aki állandóan csak nagy ruhákban járkál az utcán, és le kell zárni gyakorlatilag az egész kerületet, ahol van, hanem ő tényleg egy marha jó fej, laza, közvetlen csaj, akivel lehet beszélgetni, hát azért más, mert azért sok csaj. Jól elbeszélgetni. Sok csajjal lehet beszélgetni amúgy, de hogy tényleg egy olyan lány, akivel, aki egyik típusom egyébként. Tehát tényleg egy... Ha nem lenne asszony, akkor még lehet a széket megcserélni, hogy közel legyél hozzá. De van asszony, hogy nem is válaszolok még csak feltételesen se erre. Na és hát tavaly a műsorvezető, ugye ez egy nagyon jó barátod volt, és most leváltották őt is. Nem mondjuk, hogy leváltották, hogy a helyére került ő valaki is. Hogy mit szólsz ehhez, hogy most a Ramona lesz helyette? Kicsit alattamos voltam a sajtótájékoztatón, azt mondtam, hogy Bencinek jobb lesz kint, vagy egy kicsit már sok volt, és túl nagy volt a konkurencia, amit már nem nagyon bírt az öreg. De azért hiányzik egyébként, most meg kell, hogy vajon hiányzik a Bence. Tehát és most, hogy beszélgetünk róla, és most idealizálod, hogy nem a Bence lesz, szomorú vagyok. Szomorú vagyok, de arra, amit nagyon szeretem. Olyan irónia szagok vannak itt a levegőben. De esküszöm, szomorú vagyok, esküszöm, mert mégiscsak a Bence az egyik legjobb barátom, ha nem is úgy beszélek róla egyébként. De örülök, hogy Rami van, mert viszont Rami... Hogy a Ramival is összekeverjenek. Mondjuk azért egy súlyos állapotváltozás lenne az életemben, hogyha Ramival kevernének össze. Remélem nem fognak egyébként, és remélem Rami sem alakul át azzal, ami én vagyok. És, tehát nem én alakul értem. Oda, hogy összekeverjen, és nem fordítva se. Na hát Peti, köszönöm ezt az interjút, akkor nagyon várjuk a szériát, és akkor meglátjuk, hogy majd hogy fog menni a dolog. Jó, én köszönöm szépen. Köszönöm. Mi pedig folytatjuk.